Szeretett gyülekezet, az előbb felolvasott szakaszból, a Máté írása szerint evangélium 13. fejezetéből emelem ki Jézus két példázatát. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántó földjébe. És hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Egy okos, de meglehetősen beképzelt fiatal ember egyszer úgy dühöngött otthon a szüleinek, az édesapja előtt, hogy elege van már az iskolából, elege van abból, hogy ennyit kell tanulni, jó képességű vagyok, úgyis jobban tudom ráadásul még a tanárnál is a tananyagot, miért kell ilyen hosszú ideig az iskolapadban ülni? Édesapja bölcsen hallgatott, majd elmosolyodott és ezt mondta neki: fiam, ha az Úristen egy tölgyfát akar nevelni, akkor 100 évet is rászán. Ha egy sütőtököt, akkor elég neki 2 hónap is. Megfontolandó ez az atyai-apai tanács, nagy igazság van benne. Érdemes elvinni magunkkal, amikor legközelebb már nem feltétlenül tanulóként, nebulóként, de dühöngünk valamin. Jaj, de könnyű türelmetlenül sürgetni magam körül a világot, vagy akár csak magamat is, de leginkább másokat. Sokszor nem is rossz dolog van, vagy rossz szándék van emögött, hanem egész egyszerűen lehet, hogy én már látok valamit, amit a másik még nem lát. Látom azt, hogy mit kellene tenni neki, mert én nem tudom, előrébb járok már években, tapasztalatban, én már megtanultam az adott leckét, jól megy már nekem az adott lecke, de a másik annyira lassú, meg lehet, hogy butácska is, meg annyira teszetosza, és az ember kikészül idegileg, hogy hát nem igaz, hogy ez ilyen sokáig tart. Én nem tudom, hogy te kiknek a táborát erősíted, aki miatt idegeskednek mások, vagy inkább az, vagy aki idegeskedik mások miatt, de egy dolog biztos, nem spórolhatjuk meg a szükséges időket. A szükséges időket, amik ahhoz kellenek, hogy akár te, vagy akár embertársad lépésről lépésre jusson el oda, ahová neki kell. Semmivel sem lehet nagyobbat ártani önmagunknak vagy másoknak, mint a türelmetlen sürgetéssel. És keresztény emberként mindig ott kell lenni a szemünk előtt annak a jól ismert bibliai igeversnek, hogy mindennek rendelt ideje van. És ez még akkor is igaz, amikor én esetleg nem ismerem az időket, és ilyen elég gyakran van. Mert mi csak visszafele tudunk tekinteni. De hogy mikor jön el a vágyott dolog, hogy mikor tapasztalhatom már meg azt, amiért olyan régóta imádkozom, na ez nincs a hatalmunkban. De még valamit értenie kell a keresztény embernek, azt, hogy az idő csak ebben a földi létben tűnik sokszor a legnagyobb ellenségünknek. Ha nem látjuk rögtön az eredményt a hitből fakadó cselekedeteinknek, imádságainknak, jusson eszünkbe ez a mondat, hogy nem csak az a látható világ van körülöttünk, amit el lehet helyezni a tér és idő koordináta rendszerében, hanem ezzel összefonódva, titokzatosan, de valóságosan összefonódva van egy másik világ, ahol, ahogyan a Biblia mondja, Isten előtt 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Keresztény emberként ezt folyamatosan észben kell tartani, és emlékeztetni kell magunkat erre. Hát én azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb feladat ezt lebontani a hétköznapok szintjére. Hát nézzük a magunk szemszögét, keresztény emberként, aki éppen lehet, hogy elindultam az úton, végre megtértem, végre felismertem Isten végtelen bölcsességét ebben a világban, végre érzem ott belül a lelkemben, hogy na igen, erre vágytam már olyan régóta. Nosza, jöjjenek már az eredmények, de gyorsan, ha kérhetem. Na, amikor ilyen érzések vagy ilyen kísértés vesz erőt rajtunk, akkor emlékeztessük magunkat arra, hogy nem csak ez a látható világ van. Nem csak ennek a látható világnak a törvényei vannak, hanem van körülöttünk egy másik világ, ahol egészen egyszerűen más az időjárás.
Jézus újra és újra beszél a mennyek országáról és annak a valóságáról. Nemrég, pár héttel ezelőtt mi is foglalkoztunk ezzel, itt istentiszteleti körben. A mennyek országának valósága az a hívő ember számára nem kisebb valóság, mint a látható világ, amit érzékelni tudunk. De ha meg kellene fogalmazni, úgyis ezt mondtuk pár héttel ezelőtt, hogy na, akkor mi is ez a mennyek országa, akkor úgy az ember úgy elkezd vakarózni, mert olyan fogalmak jutnak csak eszébe, olyan elvi, olyan akár teológiai kifejezések. Hát nem véletlen, hogy Jézus ennyit beszél a mennyek országának titkairól, de az sem véletlen, hogy példázatokban teszi ezt. Tudatosan beszél példázatokban. Egyszerűen azért, mert tudja, hogy valójában nincsenek emberi szavaink. Nincsenek emberi szavaink arra a világra, arra a valóságra, amit ő a mennyek országának nevez. Ezért a felolvasott utolsó igevers nagyon fontos, egy ószövetségi proféciát idéz a Szentíró. Példázatokra nyitom meg a számat, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Na de ha valami rejtett, akkor az azt jelenti, hogy most találkozom vele újként, először. Nincsenek rá fogalmaim, tapasztalataim a múltban. Ez a profécia, ez az ószövetségi profécia Krisztusban nyert valóságot. Senki más nem tudott volna a mennyek országáról beszélni, csak az, aki ismeri azt. Éppen ezért lett az Isten emberré. Hogy elhozza ennek az országnak a valóságát, hogy közelebb tudja hozni az emberiséghez ezt a másik valóságot. Ezért, ha megfigyeled, Jézus példázatai nem azt mondják, hogy na ilyen vagy olyan a mennyek országa, hanem azt mondja, hogy hasonló a mennyek országa. Történetesen most a mustármaghoz, meg a kovászhoz. A mennyek országát egyetlen hallgatója sem látta még. Egyetlen hallgatója. De a mustármagot, a kovászt viszont igen. Sőt, ismerte is ezeket a korabeli ember, tehát van élményük vele. És azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb dolog Jézus példázataiban. Olyan képekkel hozza közelebb a rejtett dolgokat, amikkel kapcsolatban már van élményük az embereknek. Ja, kiálthatott föl az egyik hallgatója akár, ja, hogy a mennyek ország az úgy működik itt a földi megtapasztalhatóságban is, mint a mustármag. Hát akkor jó, csaphat a homlokára ez a hallgató, hát akkor nem aggódom amiatt, hogy ilyen lassan értek meg dolgokat az Istenről. Hát akkor nem kínzom magam olyan kétségekkel, hogy én biztosan nem is vagyok jó keresztény, ezért haladok ilyen lassan ezen az úton. Akkor nem borulok ki azon, hogy másokat miért nem érdekel az az Isten, akire én rátaláltam. Hiszen, hogyha a mennyek országa a mustármaghoz hasonló, akkor ez bizony azt jelenti, hogy először szinte nem is igazán látható ez a valóság itt a földi világban. Mert annyira picike az a mustármag, aki ismer vagy látott már, az meg tudja erősíteni. Annyira picike, hogy szinte észre sem lehet venni. És igen, így eljuthatunk a nagy felismerésig. Bizony néha úgy tűnik, mintha Istennek semmi köze nem lenne ehhez a világhoz, vagy inkább úgy mondom, ennek a világnak semmi köze nem lenne Istenhez. Miért nem látszódik meg azonnal ezen a világon, hogy van egy Istene, hogy van egy teremtője, hogy van egy alkotója? De jó lenne, hogyha az az elvetett mag azonnal kikelne, nem? Rögtön kinőne a földbe. Ahogy beletettük, rögtön kinőne. Bizonyára láttatok már ti is olyan videókat, vagy olyan kis filmeket, amin egy növény fejlődése van felvéve. Mindig ugyanabból a szögből, mindig ugyanaz a kamera dolgozik, és akár több hetes vagy több hónapos időszakot, amikor elkészül, vagy amikor kinőtt a növény a földből, akkor gyorsítva lejátszanak előttünk, és egyszer csak azt látjuk, hogy putty, így kim van a növény a földből, és ami hetek vagy hónapok, azokat látjuk pár másodpercben. Engem mindig magával ragadtak ezek a kis filmek, az ilyen felvételek, mert úgy éreztem, hogy ilyenkor néha egy kicsit úgy legyőztem az időt. Úgyhogy fölötte állhatok, vagy állhatunk az időnek. Mert amire a valóságban nincs lehetőségem, heteket feküdni ugyanúgy,
ugyanabban a pózban a földön, és ugye várni, hogy a növény, amit ültettem, vagy a virág, az kikeljen, hogy nyomon követhessem a fejlődését, mégis megadatik nekem. Lehet, hogy van olyan elkötelezett természetbúvár, aki ezt megpróbálja kivitelezni, de én azt gondolom, nem sok ilyen van. És egyszerre csak a növény fejlődésének titokzatossága hirtelen megtapasztalhatóvá válik. Kiderül az, amit persze tudok, elvileg tudom, hogy ez így működik, csak éppen nincs rá kézzelfogható élményem. A mag attól a pillanattól kezdve ugyanis, ahogy a földbe teszik, elindul a változás útján. Tudjuk az eszünkkel, megtanultuk a suliban annak idején, de nincs rá megtapasztalható élményünk, valóságos. És Jézus ehhez hasonlítja a mennyek országának jelenlétét, és ezzel bíztatja a mindenkori hallgatókat, így most minket is. Azzal bíztat minket, hogy Isten működik ebben a világban is. Hogy Isten jelen van, az ő szava, az ő igéje él, és benned fejlődik, teszi a dolgát, növekszik. És ha van elég hitet komolyan venni, akkor meg fogod tapasztalni ennek a valóságát. Ha van elég hited. És nem tudom, feltűnt-e, de nem türelmet mondtam. Nem türelmet mondtam, hanem hitet. Mert a kérdés az, hogy hiszem-e a mennyek országának a valóságát, vagy sem. Ha hiszem, akkor egész egyszerűen nincs szükségem türelemre. A szó átlagos értelmében, vagy olyan értelmében, amitől ki tud borulni az ember. Ha hiszem a mennyek országának valóságát, akkor ugyanis én nem teszek mást az életemben, csak a dolgomat. Teszem a dolgomat a világban. Tanulok, családot alapítok, gyermeket nevelek, megöregszem, és igen, egyszer majd, akár mindezek közben, vagy mindezek után, meghalok. De úgy, mint aki tudja, hogy a mennyek országának valósága, az már az enyém. Tudom ezt. És tudom, hogy ez életem és évtizedeim során formált, alakított, változtatott, tisztított, bölcsebbé tett. Hát a legjobb dolog, vagy az egyik legjobb dolog a keresztény életben az pontosan ez, hogy nem kell görcsölve élnem. Mert van egy alaptudásom, az, hogy a mennyek országa az enyém. Én annak az állampolgára vagyok. Innentől az idő egyszerűen nem fontos. Nem fontos az idő. Teszem a dolgom. Kívülről nézve semmi különös nem történik velem, semmi különöset nem kezdek el csinálni, nem kezdek furcsa ruhákat fölvenni, nem kezdem kifesteni az arcomat, mint egyes vallás képviselői. Nem. Élek, teszem a dolgom, telnek a napjaim, mint a körülöttem lévő embereké. Nincs itt semmi látnivaló, mondhatnánk. De valójában van. Igenis van látnivaló. Mégpedig az, hogy nem akarok görcsösen jó ember lenni. Nem akarok példakép lenni. Nem akarok kitűnni. Mégis jó ember leszek. Mégis példakép leszek. Mégis kitűnök a tömegből. Mert ahogyan a magot elvetik, és az teszi a dolgát, bennem is ugyanezek a folyamatok történnek magától értetődően. A görcsölő keresztjén lehet, hogy sokat tud idézni a Bibliából, de sokat valószínű nem értett meg még annak üzenetéből. Ezért hidd el, testvérem, hogy működik. A mennyek országa működik benned is, körülötted is. Abban a földi országban is, ahol élsz, működik ebben az egész teremtett mindenségben. Igen, a magból fa lesz. És mi keresztény emberek tudhatjuk, a magban benne van már az egész, már a startvonalnál biztosan tudhatjuk a célt, a végkifejletet, mondd, mi több kell ennél. Milyen több valóság kell ennél neked az életbe?
Aztán itt van a kovász példája végül, ami azért egészíti ki szépen a mag példáját, mert itt már egy szinttel tovább lép Jézus, amikor erről beszél, amikor erről a titokzatos valóságról beszél. Ugye a mag és az ő útja az elsősorban róla szól, az ő fejlődéséről, a benne zajló folyamatokról. Ugye így van ez a keresztény ember életével, fejlődésével is. Hiszem a mennyek országának valóságát, ez az én utam, ez az én történetem, és ez így van jól. De a kovász, és az, hogy Jézus ezt rögtön utána elmondja, a kovász már azt is segít megérteni, hogy hogyan hatja át a mennyek országának valósága az azt megértő emberen keresztül a világot. A kovász példázata ennyivel már többet mond. Aki megérti és elhiszi a mennyek országának valóságát, azon keresztül hogyan kezd el ő maga hatni abba a világba, ahol él. Magyarul, rajtam keresztül már nem csak engem, hanem a körülöttem lévő világot is formálja. Az a nagy felismerés, ami belőlem indult ki, ami az én csodám, és mégis elkezdi formálni a világot körülöttem. Ahogyan a kovász is. Ahogyan a kovász is megkeleszti a vele érintkező tésztát. Úgy keleszti meg a mennyek országának valósága általam a velem érintkező világot. Na és ettől a ponttól, és ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert sokan csúsznak el ezen, ettől a ponttól nem lesz ez az egész Isten kérdés pusztán filozofálgatás. Mert amíg mi a magról beszélünk, arra könnyű ráhozni, hogy gyönyörű szép igazságok, gyönyörű elvek, miközön van hozzá, de onnantól, hogy a kovász példájáról beszélünk, onnantól valóságos, megtapasztalható lesz az Isten valósága a világ számára. Gondolj csak bele, mire megy a kenyérsütő asszony azzal, hogyha a tésztába csak elvileg rakja bele a kovászt. Elvileg belerakja, de gyakorlatilag nem. És amikor számon kérik a végeredményért, akkor magából kikelve, felháborodva azzal védekezik a jó szándékú jámbor asszony, hogy na de hát elvileg beletettem, elvileg benne. Várj, a receptben ott van benne. Hát mi a gond ezzel? Hát nem elvileg kell belerakni, ugye, azt a kovászt a tésztába, hanem gyakorlatilag is. Csak akkor hat. Én azt hiszem, hogy sok okos, tanult vagy kevésbé tanult embert ide tudnék hozni pillanatok alatt, akik egyet értenek mindazon tanításokkal, amiről Jézus beszélt, tanított. Elvileg semmi kivetni valót nem találnak benne. Hát a gyakorlatban viszont hadd ne kelljen már átültetni ezeket. A valóság, hát az teljesen más. Van ez a kis vasárnapi valóság, na de hogy amikor kimegyünk a hétköznapokba, hát ott azért már csak nem gondolhatja senki komolyan, hogy mindig lehet azt tenni a másikkal, amit én szeretném, hogy velem tegyen. Hát a valóságban kint, hát senki nem gondolja komolyan, hogy egy jó nagy büdös pofon után, amit kaptam, én majd oda tartom a másik orcámat is, ugye? Hát na nem már. De heti egyszer nagyon jó ilyen dolgokról hallgatni, elvileg. Én biztos nem fogok ítélkezni azok felett, akik esetleg így gondolkoznak, mert a képmutatás szomorú bűnébe esnék rögtön. Mert tudom, hogy milyen küzdelem nem elvileg keresztény életet élni, hogy mennyiszer jut eszembe, hogy na most aztán olyan jó lenne oda mondani. Na most aztán annyira be tudnék szólni. Itt van a lehetőség a kezembe, annyira be tudnék szólni. Annyira szét tudnám csapni egy pillanat alatt a nagy felépített képét a másiknak. Olyan jó meg tudnám alázni. És még csak azt sem mondom, hogy néha nem szükséges erőt mutatni a keresztény embernek. Erre is tanít minket Jézus. De erőt mi csak azért mutassunk, hogy ezzel a másikat emeljük, és ne azért, hogy nyomjuk. Úgy azon a módon, ahogy Jézus mondta, hogyha megdobnak kővel,
akkor ne hagyd magad, dobj vissza. Csak éppen kenyérrel. Azon a módon, amire nem számít a másik. Szóval nem azt mondom, hogy a keresztény élet az hagyja magát, és az történik velünk, amit mások akarnak, igenis kell erőt mutatni. Befejezem. Mustár és kovász. Ezekhez hasonló a mennyek országa, amit Jézus bemutatott itt a földön. Ami tér és idő koordináta rendszerünkbe neki, sikerült behoznia egy örökké valóság dimenziót is, ahol mindig a legalkalmasabb idő van. A mennyek országában mindig alkalmas idő van. És aki hiszi a mennyek országának valóságát, az megérti és megtapasztalja, hogy mindig van alkalmas időm kimondani szavakat. Kimondani azt, hogy szeretlek, és kimondani azt, hogy bocsánat. Mindig alkalmas az időm arra, hogy megtegyem azt, amit eddig halogattam. A mennyek országának valóságában mindig alkalmas az idő, és már nem vagyunk beszorulva a tér és idő koordinátájába. Isten nem sütőtököt, hanem egy méltóságteljes tölgyfát akar belőlünk nevelni. Ehhez pedig idő kell. És mi, keresztények, elhisszük az ő idő járását. Ez a tudat formál, lassan, de biztosan. Hát így lesz egyre több, nem csak elvileg keresztjén. És így lehetsz te is, nem csak elvi keresztjén. Mert elhitted a mennyek országának valóságát, és úgy döntesz, hogy e szerint akarok élni. Hit és döntés. Ezek azok a titokzatos dolgok, amelyről Jézus beszélt nekünk. Amen. Imádságra csendesedjünk el. Hálát adunk az igédért, a szavadért, a tanításodért, Istenünk. Köszönjük, hogy beléptél egészen konkrét módon ebbe az embervilágba. Biztos addig is, vagy előtte is voltak sokan, akik sejtettek, akik megsejtettek, akik hittek abban a szóban, amit te üzentél emberek által. Olyan nagy a kísértés, nyilván akkor is az volt, nyilván ma is az, hogy csak olyan elvi Isten maradj számunkra. Hálásak vagyunk ezért a két példázatért, amivel a mi Urunk Jézus Krisztus közelebb hozta számunkra ennek az országnak a valóságát. És lehetünk mi azok, akik most már értik, hogy a mag attól a pillanattól kezdve, hogy földbe teszik, változni kezd. És ez egy folyamat. És ehhez itt a világban, az ismert világunkban idő kell. De lehetünk azok is, akik hiszik és vallják, sőt felvállalják azt, hogy kovász is lehet az az ember, aki a mennyek országát hiszi. Egész egyszerűen elkezdünk hatni a környezetünkben. Megkelesztjük a mi környezetünket. Olyat viszünk bele, ami nincs benne magától értetődően. Urunk, ez a küldetésünk, ez a feladatunk, és segíts vállalni ezt. Segíts ezt a döntést meghozni. Ne maradjunk elvi keresztjének. Hálát adunk a te üzenetedért, és köszönjük, hogy ma is formáltál minket. Köszönjük, Istenünk, a mi gyülekezetünk valóságát és közösségét. Köszönjük, hogy ide nem a tökéletes emberek járnak. Ide nem a mindig sikeres emberek járnak. Ide emberek járnak. És mindnyájan éljük az életünket, és küzdjük a küzdelmeinket. De úgy, hogy közben tudjuk, van egy olyan valóság, amit senki nem vehet el tőlünk. Ez köt össze minket, és ezért lehetünk testvérek. Áld meg a mi együttlétünket, áld meg a te egyházadat szerte az országban, szerte a világban. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.